Óriási csaták a pályán, baráti beszélgetések a kispadon. A 6. székely-magyar focitornára még Madéfalváról is érkezett csapat. Megtiszteltetés, és Madéfalvaként, aki a bukovinai székeknek az ős hazája vagyunk, a bölcsője, hogy itt lehetünk, és ez a kapcsolat él, ez a torna szól a fociról, szól az összetartozásról, szól az, hogy arról, hogy bármennyire is a történelem, az idők viszontassága szétszakít egy népcsoportot, attól a kapcsolatok tudnak élni, és érezzük azt, hogy egymáshoz tartozunk, kell ezt a kapcsolatot bővítsük, átadjuk a következő nemzedéknek. Jó itt lenni, jó focizni, jó mozogni, és itthon érezzük magunkat Dombováron, de az egész Magyarországon. Mi különösebben nem készültünk erre a tornára, igen, szoktunk, nagyon sok tornán veszünk részt, Székelyföldön is, vagy ilyen nemzetközi tornán is, úgyhogy nem teljesen új a foci, de nem rutinszerűen játszunk minden nap. Mindig 100%-ot szeretnénk teljesíteni, úgyhogy győzelemre dolgozunk. A bátaszékiek is mindig szívesen jönnek a baráti foci tornára. 6. alkalommal vagyunk itt, és mindeddig 6 ilyen torna volt, tehát lehet mondani, hogy 100%-osak vagyunk már, mint a részvétel tekintetében. Többféle színes eredményt is elértünk már. Volt, hogy megnyertük a tornát, de én azt gondolom, hogy nem ez a lényege. Az a lényege, hogy együtt vagyunk, akár a völgység környékén élő székely települések képviseltetik magukat. Egy szép, eredményes napon túl leszünk, jó játék, mozgás, és azt gondolom, hogy beszélgetések tömkelege, hiszen vannak, akikkel csak ilyenkor találkozni. A miénk az folyamatosan változik. Hoztunk fiatalokat, jobban mondva ők fogják tudni végigfutni azt a 20 percet, ami rendelkezésre áll. Mi igyekszünk színesíteni csak az eseményt. A dombóvári székelykör a városi ünnephez kapcsolódóan szervezte meg a tornát a Buzánszky Jenő sportkomplexumban. Nagyon örülünk, mert egyébként az elmúlt 2 esztendőben nem sikerült, Covid tekintettel, és tulajdonképpen aki meghívtunk csapatokat, mindenki részt vesz ezen, egy nagyon baráti hangulatú mérkőzéseket szeretnénk, és ebből abszolút hagyományőrző kupa a jelleg az egésznek. Egy hónapja a csapat minden pénteken erre kupára készült, részben futballisták vesznek részt a csapatunkban, részben amatőrök, és egy nagyon jó kis baráti társaság. Az egész. 2-3 mérkőzésből 2 vereségünk van és 1 győzelmünk, de most óriási elánnal megyünk neki a 4. mérkőzésnek, és szeretnénk győzelmet aratni. Hagyományokat őrzünk, nagyon sűrűn visszajárunk Székelyföldre, rengeteg barátunkkal átadjuk a kapcsolatot azóta is. A focitornát ismét Madéfalva nyerte 3 győzelemmel. Ezüstérmes lett a Dombóvár 2. számú csapata, a bronzérem pedig a somberekiek nyakába került. 4. helyen végzett a Dombóvár 1-es gárdája, és 5. lett Bátaszék.